Luke Woodhouse-szal és Vladislav Omelchenkóval folytatjuk a háborús helyzet és Ukrajna helyzete miatt. A PDC úgy döntött, hogy az ukránoknak egy külön selejtezőt hirdet, amelynek a győztese itt lehet első ukránként a PDC VB-k története során. Ez a győztes pedig Vladislav Omelchenko, az ellenfele pedig Luke Woodhouse, akinek ez már a negyedik világbajnoksága az elmúlt három évben, is itt volt az Elipeliben. Első alkalommal a harmadik fordulóban, utána az elsőben, legutóbb a másodikban esett ki. De azt hiszem, hogy Luke Woodhouse tipikusan egy olyan játékos, akiből sok van abból a szempontból, hogy bárkit képes egy mérkőzésen legyőzni, de valahogy egyelőre a nagy eredmény és a nagy kiugrás az még úgy inkább benne maradt, mint sem, hogy kijött volna belőle. 2020-ban bejutott a legjobb 16 közé a Players Championship Finals-en. Itt volt ez a harmadik fordulós teljesítmény a 2020-as világbajnokságon. Mi a véleményed Luke Woodhouse-ról elsőként? Számomra egy igen érdekes játékos, és ezt azért mondom, mert ahogy az előbb megfogalmaztad, és amit elmondtál róla, hihetetlen jó játékra képes, és lejátszik így egy meccset, akár megveri a kiemelt játékost is, és mégis utána a következő meccsén pedig egy olyan teljesítményt mutat, amit soha nem gondoltunk volna tőle. Mármint az úgy, hogy sokkal, de sokkal gyengébb, mint amit várhatnánk tőle. Én azért most úgy gondolom, hogy ő a mérkőzés esélyese. És nem hiszem, hogy egy hosszú meccset fogunk látni. Próbáltam utána nézni Vladislav Omelchenkónak, illetve az eddigi szereplésének. 2018-ban a WDF Európa kupán tűnt ő fel először. Egyébként egy 47 éves játékosról van szó, de nagyon komolyan nem lehetett találni olyan eredményt, amire hogy az ember felkapja a fejét. Meglátjuk, hogy ő mire képes Luke Woodhouse ellen. Ezután még egy mérkőzésünk van ma délután, az már a második fordulóból, Damon Hatta és Adrian Lewis között. Még egyszer gyorsan elmondjuk a nyereményjáték kérdést. Ha már Adrian Lewis következik utána, akkor vele kapcsolatos hány világbajnoki döntője van? Hoppá! 140. Hány világbajnoki döntőt játszott a PDC keretein belül Adrian Lewis? PDC nyereménye @gmail.com. Mediék várják a válaszokat, lesznek majd sorsolások, lesznek majd nyertesek, akik nagyon fognak örülni a nyereményeknek. Így van. 301-re. Majcsenko. Ez a legteteje egyébként az ágrajznak, ahol ők vannak. A győztes az első kiemelte, Gervin Price-szal játszhat a 64 között. Utána jöhetne Raymond van Barneveld vagy Ryan Mikl, de hát 19-esre kell kezdeni, nagyon jó kezdés, még mindig folytathatja tovább. Így már nem lesz kiszálló. 58. Busz, nagyon-nagyon messzire ment el az ötös alsó részébe. Ez csak 26, nem tud lejönni kiszállóra Omelchenko 201-ről. Szektorhiba az első nyíl. Az már ott egyensúlyozgat a tripla 20-on. 94. 119-et hagy magának Woodhouse. Hát a maradék. Nincs rossz helyzetben Omelchenko, de Woodhouse dobhat először. Tripla 20, dupla 20. Nincs meg a tripla 20. Másodjára sem. 59 ellen egy 60 pontra. Tripla 20, dupla 8, Omelchenko. Dupla 18. De közel volt, a drótot tolt a beljebb kívülről. Egyből brékelhet az angol. Sima 20-as és a dupla 20. Dupla 10. Benne van. 1-0-ra vezet Luke Woodhouse, és ő kezdi a következő leget.
Ez egy break leg volt. Áttolta az első nyíl a másodikat az ötösbe, aztán jön még egy kilences is. Hiába a remek első nyíl a tripla 20-ba, utána volt egy pici probléma. 74-es. Woodhouse-nak nagyon úgy tűnik itt az első percek alapján, hogy tényleg annyi a feladata, hogy a saját játékára koncentráljon. Valószínűleg azért olyan játékerőt Omelchenko nem képvisel, ami miatt nagyon izgulnia kellene Woodhouse-nak. Ennek megfelelően küldi az első nyilat a tripla 20-ba. 140. Itt volt a Grand Slam-en is egyébként Luke Woodhouse. Egy mérkőzést tudott nyerni, méghozzá Ross Smith győzte le 5-4-re. A következő két csoportmérkőzésén viszont vereséget szenvedett. Az egyiket Michael van Gerven, a másikat pedig Nathan Rafferty ellen. Nem volt rossz csoport. Kiesett. A 29-es Players Championship állomás volt az, ahol legalább a legjobb 32-ig eljutott. De hogy nagyon nagy menetelések azért nála nem voltak megfigyelhetők ebben az évben. Hogyha tovább jut most Omelchenko ellen, azért az hatalmas meglepetés lenne, hogyha Gervin Price le tudná győzni. 136. Tripla 20. Az egyes lett. Hát igen. 75. Tripla 17-es, nem mi marad az 58. Kell a tripla mindenféleképp, így nem lesz kiszálló. 58, és már kezdi lógatni a fejét Omelchenko, és elégedetlenkedni azzal, amit ő maga teljesít. Dupla 20. Alatta. A második, az első meg fölötte volt. .206. Nem kiszálló, úgyhogy biztos nyilai vannak még Woodhouse-nak. .45, ráadásul az összes nyíl nagyon messze volt a tripla 20-tól. Ja. Dupla 10. Kiszállónak kiszálló, csak nagyon magas. Dupla 5. Benne, 2-0-ra vezet Luke Woodhouse. Melegen ajánljuk a Sporttelevízió YouTube csatornáját is természetesen, ahol már elérhető az első negyed döntő mérkőzés a Sport TV Darts kupáról. Esztergályos Patrik és Ligetvári Patrik között, holnap pedig majd jön a következő mérkőzés. Két naponta jönnek az újabb videók, ezt teljes egészében a Sport TV YouTube csatornáján lehet megtekinteni. Természetesen azért itt vannak a linkek a Facebookon is, ahol ezeket a videókat meg lehet nézni. 140 a 100-ra válasz. Igen, Adrian Lewis-zel kapcsolatban a nyereményjáték kérdés csak a PDC egyéni világbajnokságokra vonatkozik az Elipeliben. 140. Tehát a World Cup of Darts nem számít bele. Ez most nagyon jó leg. Pici előnyben van Woodhouse. Közben megjöttek D'Artagnanék is ott hátul. Várniuk kellett, nem voltak cserelovak. 81. Kiszálló ebből nincsen. 180-on marad Omelchenko. Viszont ezúttal nagyon jó esély van arra, hogy a világbajnoki döntő előtt, mármint a labdarúgó világbajnoki döntő előtt azért véget érjen a session. Hiszen van még
több mint másfél óra a meccs kezdéséig, és látva azt, hogy itt a mérkőzések közötti néhány percet mivel tölti ki, leginkább semmivel, úgy tűnik, hogy valóban ez is a cél a Sky részéről is. Jött egy kérdés egyébként, hogy meséljünk arról a fajta mikrofonról, amit a Sky kommentátorai használnak. Itt a bajusz mikrofonról van szó, amit a kezükkel tartanak. Hopp, ne dobj rá. 40 marad. Egész egyszerűen jobban szűri a zajt, mint a többi mikrofon. Ezt Angliában igazából ezt használják, ezt a... Hát nem, de ezért használják. Igen. Dupla 5. Meg. Dupla 20 a 13. nyíl Lockwood House-tól. Dupla 10. Az jó. Mind a három leget megnyeri Lockwood House. Az első szett alapján azért neki komoly problémája, sőt lehet, hogy semmilyen problémája nem lesz Omelchenko ellen. Az angol vezet, és utána pedig jön a második szett. Na hát akkor folytatjuk a második szettel. Lockwood House, Omelchenko összecsapáson. Ugye 1-0-ra vezet Lockwood House 85-ös átlaggal. Omelchenko 76 és feles átlaggal. Volt csapos Rob Cross? Nem, csak a tévében volt. Ja. Finta Péter küldte. Vagy hát van hasonlóság, de... Second set, first leg, look to throw first. Game on. Na jön a második set, tehát Luke Woodhouse kezdi az első set alapján, ez egyelőre eléggé simának tűnik. Úgy. 59-es kezdés. Elég volt egy 18, egy 20 és egy 14 nyilas Woodhouse-tól az első szedben. 140. Egyébként hozzáteszem, hogy kapott egy ajándékcsomagot a Zoli. Van benne szaloncukor. Igen, de majdnem megetted a gyertyát. Azt hitte. Na. Igen, most már mindenki tudja, hogy van benne szaloncukor, igen. Gyönyörű. Gyönyörű játék eddig. Ó, de kár érte. 111. Nagyon fontos egyébként ezek, szerintem majd következő szünet után egy kicsit beszélhetünk ezekről a matekokról, hogy miért kezdenek 302-18-asra. Melyenek, mert természetesen, hogyha mindig 180-at dobna az ember, akkor nem kéne 302-re se kezdeni. Vagy 122 maradna. De így van leges hibázási lehetőség. 60 ponton Woodhouse 202-ről próbálna igyekezni lefelé Omelchenko. Egész jól csinálja. Nagyon szép, 135, 67 a maradék. És a dupla 20. A bedobja. Is megnyeri Woodhouse. Game on. Egyébként beszéltünk most is arról, hogy mi az a legmagasabb összeg, aminél oda kell figyelni arra, hogy nem feltétlenül csak a tömegre kell koncentrálni és a 20-as dobni. Már négy, az elejétől végig oda kell figyelni, és ezt azért mondom, mert mondjuk, hogyha 342-re maradsz, akkor 180-nal nem fogsz tudni kiszállóra lemenni. Vagy három triplával kiszállóra menni, és ezért érdemes már akkor ezekre a számokra figyelni. Vannak azért oda kell figyelni, mert vannak, akik túlzásba esnek ezzel kapcsolatosan.
Az embernek a játékához hozzá kell ezt passzítani. Nem szabad túlzásokba se esni, meg van, amikor a játék színvonala még nem megfelelő hozzá, hogy ennyit számoljon, és akkor sokkal többet hibázik az ember, amikor többet kell váltogatnia. Egyébként, de ellenindok az szokott lenni, hogy így egy-két nyillal, vagy egy körrel több juthat neki ahhoz, hogy befejezzen egy leget. Kettő nyilat tudott eddig a duplára dobni a Melchenko. De mondjuk, ha elkezdted mondani ezeket a 302-303... Igen, 300... így van. Tehát 300... 303-nál, mondjuk kezdjük 303-nál, sima 20-as dob az ember, akkor két tripla, bármilyen két tripla 20-as dob, akkor azzal már nem tud kiszállóra lemenni, hiszen 163-ig tud a legrosszabb esetben. Újabb 140. És ezért van az, hogy 19-esre kell kezdeni. Ugye 133-mal le tud kerekíteni ugye 170-re, de a sima 19-es dob, és utána fölvált két tripla 20-asra, akkor már megint kiszállom van. Tehát ilyen, ezek azok, amikre nagyon-nagyon kell figyelni. Dupla 16. Nem tudja most megoldani, igen. 28-at dobott. 103-ra Omelchenko. Hát így 75 marad. Nem valószínű, hogy fog leget nyerni Omelchenko, nagyon, nagyon úgy néz ki. Dupla 4. Kívül. Mondjuk kell még Woodhouse is. 75-re tripla, 17-es. Megvan. Dupla 6. De nyerleget! Csak mondani kellett, hogy aztán egy perccel később rá így szelfolyjon, kiegyenlít Omelchenko. Megvan az első nyertlege egy ukrán játékosnak a PDC Darts világbajnokságok történetében. 1-1. Százas. Kerekítő. Az már nem kerek. 22. Megmosolyogja az első saját nyilát Woodhouse. Nem volt vele annyira elégedett. 96. 88,78-os átlagon van Luke Woodhouse. Omelchenko 77,86-os, ami most följebb fog menni valószínűleg. Főleg így, hogy 137. 79,83-ra. Kicsit kezd visszaesni Woodhouse. Igen, nincs meg a pörgés most jelen pillanatban. Ledobta a vasmacskát. 140, ez viszont jó. Az is. 107 már kiszálló. Eddig a dobás 57-es a 18-assal, 145-re megy le, amár így ő is kiszálló van, 107-re Woodhouse. Eddig jó. 15-ös és a 32. Meg is oldja a 107-et. 2-1-re vezet.
százas. Utána jön majd Damon Hatta és Adrian Lewis, az egy más típusú mérkőzés lesz. 60. De ketten nagyon nagyot javultak a második szetre. Nem kiszállózik különösebben. Jól Woodhouse, de annyi esélyt kap, hogy ebből bármit megtehet. 58. Kilencvenhetes. Nem érzi most jól magát a bőrébe, Woodhouse. Ja, Laci egyébként azt mondta, hogy majd az adásban fogja elmesélni inkább a Shanghai történetét. Egyébként Szűdi Balázsnak köszönjük szépen az első Fülöp László regény borítóját, a Shanghai történeteket. Reméljük, hogy majd pár oldalt azért megír Laci. 59-es. Olyan érzése van most, úgy mászkál Woodhouse-ot fönn a színpadon, mint hogyha vakarózik, mint ha nem is lenne ott valahogy, nem? Lehet, hogy viszket. 135-ös. Öntőleg lehet ebből itt a második szedben. 108. Leheti ő is a nyilát. De azért oda bedobja a tripla 20-ba. Dupla 8 az egyenlítésért Omelcsenkónak. Közeledik. De nem száll ki. Megnyerheti a második szettet is Luke Woodhouse egy tripla 18, dupla 16-tal. Vagy még egy 18-as. Kell. Bull. És a bull. Nem tudja bedobni, 61 a dobás. De messze van a duplától, dupla 4. Az viszont benne van, 2-2. Kiharcol egy döntőleget Omelcsenko. Azt viszont Woodhouse kezdi. Azért észnél kell lennie Woodhouse-nak. 57-es, bizonyám. Omelcsenko hátsó pályáról az 57-re felel egy 180-nal. Hat nyílból nem dobott többet, mint az első háromból. Mármint Woodhouse nem dobott többet, mint Omelcsenko. A negyedik nyíl már alacsonyra száll. Az ötödik meg rossz szektorba. 41. Leváltás. Az elszállt a 21-esbe. 98 pont. Picike előnyben van Woodhouse. Kettő tripla viszont kellene Omelcsenkónak ahhoz, hogy ő legyen először kiszállón. Ebből a fajtából. Így már nem lesz. 92.
188 pontja marad. Egyből jön a szükséges tripla Woodhouse-nak. Meg még egy. Ő is benne. 140, 108-ra marad. 3-0-nak a szurkolók, mert a fő attrakció az papíron a Heta Luis mérkőzés lesz. Bár aki látta Sedla csekéket, lehet, hogy ez gyorsan átértékelődik majd. 108 a jön Woodhouse. Eddig jó, még egy 19-es és a 32. Készen a Woodhouse! Megnyeri a második szettet is Woodhouse. Itt már egy picit többet kellett érte tennie. Igaz, a játéka is visszaesett. Viszont a második szünetben ő vezet 2-0-ra. Luke Woodhouse viszonylag kényelmesen vezet Omelchenko ellen. Itt azért az, hogy kétszer kiegyenlített az ukrán és döntőleget harcolt ki, az már önmagában elég komoly eredménynek számít. Így 2-0 Woodhouse-nak. Egy szetre van a továbbjutástól Luke Woodhouse. Nekünk meg van, azt hiszem, annyi időnk, hogy most gyorsan megismételjük a nyereményjáték kérdést. A mai kérdésünk, hogy hány PDC egyéni világbajnoki döntőt játszott Adrian Lewis, a helyes megfejtéseket pedig a PDC nyeremény jatek@gmail.com-os e-mail címre várjuk. Omelchenko kezdte a harmadik szettet egy 60-as körrel. Bocsát, 41-essel az egyik az egyesben volt. Woodhouse-nak azonnal van triplája. És lehet látni, az a kétleg, amit megnyert Omelchenko, ahhoz azért kellett Woodhouse is, mert 21, illetve 20 nyilas volt az ukrán két behúzott legje. Száz pont. Tripla után jön az ötös. 85. Kellenek most már kettesével a triplák Omelchenkónak, hogyha vissza szeretne jönni a mérkőzésbe. Rácsúszott a tripla egybe. Igen. Az esti programról még nem beszéltünk, hiszen még van egy meccs a délutániból is, de azért azt gyorsan elmondanám, hogy kikre lehet majd számítani. Lesz két kanadaink, hiszen ma este játszik Jeff Smith és Matt Campbell is. Mike Dedeker lesz az ellenfele Smithnek, utána az angol párosításunk Scott Williams, valamint Ryan Joyce. Utána jön Matt Campbell, szintén egy tengeren túli ellen, Danny Beg is lesz az ellenfele. És láthatjuk Boris Krücsmárt is még hozzá, már a második fordulóban Nathan Espinal ellen. Jó, sikerült kerekítés volt. Most jutott eszébe, láttad, hogy mennyire... hogy csovált a fejét utána? 81. Vissza 20-asra, nem a... Ó, egyes lett belőle, 119 a maradék. 96. Mindig kellene a tripla 20. 60. Marad a 36. Eddig jó. 12-es vagy a tripla 12, 12 bull vagy tripla 12, dupla 13. És a bull. Benne van! Kiszáll 119-ről, két elég komoly hiba után. Egyébként azt sem értettem, hogy ott van 119 ponton, dob egy sima 57-est, és nincs a fejében az, hogy mennyie van. Elkezdte kérdezgetni. A harmadik 100 pluszos kiszállója volt Woodhouse-nak. Így van. 107, 108. Ja, itt van 119 kiírva. 93. 93-as a kezdés.
Ugye ne felejtsük, egy break leg is volt ráadásul. Hat van. Easy. 85 pont. Egyébként Woodhouse is azok közé, játékosok közé tartozik, akinek hasonlóan, mint mondjuk Ross Smith, akinek sikerült megnyerni az Európa bajnokságot, és milyen régóta benne van már, vagy úgy játszik a PDC-be, és hogy egy kiugrásra lenne szüksége csak. 97 pont. Nem lesz kiszálló Nomelcsenko, három tripla kellett volna hozzá. 58. Százas. Messze nem kell élete legjobbját nyújtani a Woodhouse-nak azért, hogy meglegyen a második forduló, de ezt a meccset is meg kell nyerni, meg egyáltalán ott kell lenni a világbajnokságon. Egészen biztosan jobban fog játszani Gervin Price ellen. 140. Nagyon jó az 57. Ájjá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 j
32-94-jel. 143. Jó, tripla 17. Az is jó, dupla 16. Megcsinálja 143-ról Omelcsenko. Gyönyörű kiszálló. 1-1, le is pacsizik vele Woodhouse. Ez varázslatos volt. Azt sem lehet mondani, hogy ugyanoda kellett volna dobni a három nyilat. Három különböző helyre. Tripla 20, tripla 17, dupla 16. És ő kezd. A kezdés is. Tripla 20 az első. A második is. 180! A negyedik már nem jó sajnos. Ugye azért ne felejtsük el, hogy volt már két 9 nyilas egyébként Woodhouse-nak. Az egyiket ugye a PDC Home Tour alatt dobta, amin ugye majdnem közvetített Laci, csak pont nem volt. Megszakadt az adás. És azért érdekes, mert ez Gervin Price-nak dobta. A másikat egyébként Danny Noppertnek, még tavaly február 28-án. Az 57. 96. 167 a maradék. Egyesbe átment. 81, 167, dupla ki. Woodhouse kezd. Ó, meg elcsúszik az egyesbe. Csak 40. Ez igen, 127 marad. Na jön még egy 100 pluszos kiszálló. Omelcsenkótól. Tőle most nem. Viszont lekerekít 36-ra, 46, bocsánat, igen.
127. Ötös. Vezethet szetten belül Omelcsenko. 83 a maradék. Na nézzük azt a 46-ot. Hatos jó, dupla 20. Még mindig a dupla 20. Nem tud kiszállni. Talált a tollat egy picit. Dupla 16. 32. Megoldja. Ezt tett a győzelemért Luke Woodhouse. Bólogat Omelcsenko, mert ezzel most nem tud más csinálni. Meg volt a lehetősége arra, hogy megszerezze a vezetést. Kettő is, igen. És a saját kezdéséből. Hat az első körben Woodhouse-tól. Hatvanas. Válasz rá, tripla hetes után jött egy 19-es is. Negyvenöt. Nem a legjobb iramú mérkőzés eddig a VB-n. Nem. 96. Hatvanas. Nagyon messze. Picit közelebb, de ez csak 45, mint a 2-300 ponton. Vannak, igen. Dupla 20-as-e. Jön a második is benne. 140. Oh, nagyon gyorsan utána hajtotta. Kiszállón van így is, 160. Ugye láttunk már meccs győzelmet érő 160-as kiszállót. Szutár. Ő is azzal nyerte meg? Ő azzal nyerte meg. Daryl Gurney ellen, tudod. Igen, mert Vandenberg 164-e megvan tegnap, hogy azzal is nyerte, de ezek szerint akkor Szutár is. Hatvanöt, 95 pont marad. Két sima 20-as, 60. Hat nyíl a 95-re a továbbjutásért és a Gervin Price elleni mérkőzésért Luke Woodhouse-nak. Sima 19-es. Van. Akkor egy 16-os a dupla 20, így van, 56-tal lekerekít. Bocsánat. Áj, 22. Csak. Na és akkor a meccs nyilak. Luke Woodhouse. Magasról indít. Aztán gyorsan beleigazítja. 3-0-ra megnyeri Luke Woodhouse egy olyan teljesítménnyel, ami a saját maga maximumától azért eléggé messze volt, de nem is szorult rá arra, hogy megközelítse. A következő fordulóban viszont majd Gervin Price ellen mindenképpen. Aztán nagyon sportszerű is ennek a mérkőzésnek is a vége. Úgyhogy a ma délutánra az első fordulót letudtuk, viszont mérkőzésünk még maradt a második körből. Démon Hetával és Adrien Luizzal folytatjuk néhány perc múlva. We'll be right back.